Rajongó, szorító, mert szombat van, és ez itt a szorító Magyarország első heti rendszerességgel jelentkező pankrációs podcast. Bárfi és a doktor minden héten a pankráció függő világában. A szorító szombat ezennel indul! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt egy újabb szorító, és ezúttal már tényleg szorító szombat! Én a doktor vagyok, és itt ül mellettem Bárfi! Így van, sziasztok, szombaton is jelentkezünk, ahogy már megszokhattátok. Ismét hozunk nektek el két érdekes kis témát, meg egy új didn't know szegmens, ahogy ezt már megszokhattátok. Az első szegmensünk az OVW 2002-es osztálya, és az ő előtörténetük és a befutásuk történet egészen kb. 2005-ig megyünk el, nem megyünk végig egészen napjaink. Ez az utolsó szegmensünk lesz, nem beszéltük meg megint. Persze, impróban nyomjuk az egészet szokás szerint, és emellett lesz egy új debütáló szegmensünk, ez pedig az It doesn't matter what you think is. Magyarul, nem érdekes, hogy mit gondolsz. Copyright to rock. Így van, a szegmens koncepciója az lesz, hogy a doktor is kérdez tőlem hármat, én is kérdezek tőle hármat egy adott témában. És ez a mai napon pedig Bill Goldberg személye lesz. Így van, de arról se feledkezzünk meg, hogy egy igen jeles jubileumi alkalommal jelentkezünk most nektek, hiszen a műsor újraéledése után ez az 50. szorító podcast, úgyhogy hip-hip hurrá, és egyébként, mert ilyenkor az ilyesmi szokás, ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik részt vettek állandó műsorvezetőként a show történetében, tehát hogyha hallgattok minket, akár Mr. Tolnai, akár Van a Reis, akár éppen Miki, egy pacsit inni, hogy messzi távolod. Egy virtuális high five, igen, ahogy mondaná, vagy self high five lesz belőle, amit a DDP volt, igen, Huda király volt. Self high five. És a Nirvana azért a Smell Like a Teen Spiritre. Magyarul önmagammal pacsizok, ez azt jelenti. Az egy iszonyatosan jó entrance volt a DDP-től, de ne térjünk el a tártól. Ma is kaptunk egy nagyon érdekes kérdést, méghozzá a Dr. Askefemnyére, ha jól vettem ki a szavaidból. Igen. Ez pedig az, hogy mit gondolunk arról, hogy a WWE betiltotta a fejre mért székütés használatát, és gyakorlatilag nem láthattuk ezt évek óta, kivéve tékeréknél, mert tékerék szartak bele, és mind a kettő embert megbüntették $50,000 miatta. Hát, fogalmazzuk úgy, hogy ez az egyik legjobb lépés az WWE-nek, ami lépéseknek hosszú sorában belefér, itt 2007 óta, vagy 2005, gyakorlatilag 2005 óta, amióta úgy alakítják át a bizniszt. Konkrétan 2010-ben vezették be hivatalosan ezt a rendelkezést, amit a WWE Corporate, tehát céges weboldalán kommunikáltak. Így van, amit általában ugye elég érdekes dolgokat szoktak ott kinyomni, azt néha azért meg érdemes megnézni. Szóval tényleg egy hosszú lépések, másfajta hosszú lépések sorozatába fér ez bele, tényleg a wellness policy... Ne az iváson járjon az eszed meg a hosszú lépéseken, jó? Az nem az én asztalom. Szóval a wellness policy bevezetésével, tényleg a székre mért fejreütések, bizonyos mozdulatok ugye betiltásával együtt egy olyan biztonságosabb irányba terelték el a wrestlinget, ami minden fellépőnek szerintem jó és pozitív dolog, szóval abszolút egyetértek vele. Én most maradnék a székütések problémájánál, mert ugye erre vonatkozott a kérdés. Talán még egy lépéssel tovább mennék, mint te. Én nem csak azt mondom, hogy ez jó döntés volt, hanem bármennyire népszerűtlenül is hangzik, én a világ valamennyi profi pankráció szervezetében bevezetném ugyanezt. Igen. Főleg még a tompítás nélküli fejlődésnek még jobban. Hát az főleg. És lehet, hogy ezért kapni fogok, de hogy ne tűnjek a eszentnek, azt is itt le kell nyilatkoznom, hogy a HCV-ben egyedül azért létezik nem állandó, hanem alkalmanként jelleggel ez a gyakorlat, mert nem én döntök róla. Igen. Mert tényleg olyan szinten fejlődött az agyrázkodásra, és az agyrázkodást okozta következményekkel lévő tudásunk az elmúlt 5-10 évben, hogy tényleg ezt muszáj volt kivenni, és szerintem muszáj is kivenni tényleg minden egyes birkózó szervezet repertoárjából, mert egyszerűen olyan mértékű agykárosodást tud okozni, hogy előbb-utóbb akár egy új Benoit esetet is, vagy egy új, azt hiszem Terry Bruschi volt az amerikaiaknál, aki ugye a híres amerikai focista, aki öngyilkos lett. Nagyon jó, hogy felhozod egyébként a Benoit esetet. Ugyanis a Benoit katasztrófát követően
gyakorlatilag kongresszusi szinten vizsgálták a fejremért székütések kérdését. Ezt onnan tudom, hogy ugye elolvastam a kongresszusnak a Dixie Carterrel és Stephanie McMahon-nel készült meghallgatásait, amit ugye nyilvánosságra hoztak néhány évvel ezelőtt, és mind a két esetben fajsúlyosan külön rákérdeztek erre az esetre. Tehát ilyen magas szinteken foglalkoztak a témával. Főleg úgy, hogy tényleg ugye Benoit ágyát ugyan megvizsgálták utána, miután történt a baleset, közben gondolom megint Twitteren aktív valaki, és arra a következtetésre jutottak, hogy úgy néz ki az agya, mint egy 87 éves Alzheimer-koros öregembernek. Amit egyébként a korábbi szintén agyrázkódások miatt visszavonuló WWE birkózó Chris Nowinski kezdeményezésére végeztek el. Most még annyit hozzátennék, hogy 2010-ben, amikor ez megjelent, mint szabályozás, hát elképzelhetitek, hogy milyen visszhangot váltott ki az internet bugyraiból. Elképesztő vitákat folytattam én magam is a magyar fórumokon, akkor én még nem voltam a doktor, nem voltam HCV tag, nem voltam benne a bizniszben, csak az Eurosportot segítettem éppen abban az időszakban szakértőként, illetve ugye cikkeket írtam. És olyan véleményekkel szembesültem például, hogy de hát az a dolguk, hogy az életüket kockáztassák. Nem bazd meg, az a dolguk, hogy történeteket meséljenek, és ezzel szórakoztassanak minket. Így van, és épp ez a most mindig az és vitáról, egyébként a Forma 1-es fejvédelem vitájáról jelzik eszembe, hogy bakker, nem azért vannak ott. Mondjuk ott meg pont más állásponton igen, vagyok de veled. Igen, más kérdés. Mert ott a fejremért trauma az nem az alap, az egy külön baleset. Itt meg egy kontaktsportról beszélünk, ahol számítani lehet arra, hogy folyamatosan jönnek traumák. És amikor egy kontaktsportban veszel részt, ahol gyakorlatilag az egyik legalapvetőbb dolog, a bump is olyan, hogy kontaktod van, akkor is, hogyha az ellenfeled éppen csak meglegyint az öklével, de te azért, eladod. Mondjuk azért arra kíváncsi lennék, hogy mondjuk fiziológiai vizsgálatokat csinálhatnának, azért a bumpnak is szép hatásai lehetnek, akár a gerincre, akár a tüdőre, akár egyéb belső szervekre, szóval. Ezt néhány éve olvastam, hogy még a jó megboldogult teszt nyilatkozta azt, hogy neki egy orvos úgy magyarázta el a bumpnak a fogalmát, hogy ez olyan, mintha 20 km-rel autóbalesetet szenvedné a karosszéria nélkül. Az gyönyörű. Az nagyon jó. És akkor képzeld el, hogy egy mérkőzésben mondjuk 10-15-20 km-es autóbalesetet szenvedsz vele. Naponta, mondjuk 30-szor, vagy még több. Na most, amikor ilyen kockázatok vannak, akkor az olyanokat, mint ami elkerülhető, mint a fejremért székütés, az célszerű elkerülni. Ugye ez is a pankráció régi tradícióinak a része, tehát nagyon sokan ezzel nőttek föl, én is ezzel nőttem föl, olyan, mint a vérzés. Csak ugye még a vérzésnél azért az egészségügyi kockázatokat valamennyire ki lehet küszöbölni a vértesztekkel, a betegségek szűrésével, és nem is nagyon van más alternatívája annak a plusz drámának, amit azt tud adni. A székütéseket nagyon sok mindennel ki lehet váltani, amit már a fejremért székütéseket. Abszolút, és ezért vagyok egyébként azon az állásponton is, hogy a fejremért olyan mozdulatokat is, amiben iszonyat magas a kockázat aránya, lásd a segreülős paladriver, ami nem éppen a legbarátibb mozgulat, mert ugye a kapófélnek még esélye sincs arra, hogy kivédje azt, hogy hibásan érkezzen le, azt tényleg tiltó listára kell rakni. Egyébként az eredeti szabály az pontosan úgy szólt, amit aztán a magyarok gyönyörűen félrefordítottak, és ezért is ment a háborgás. Szó szerint idézem, hogy mostantól kezdve tiltott és büntetés jár minden olyan fejremért ütésért, amit szándékosnak minősítenek. 2010. Na most a magyarok ezt úgy folytatták, hogy mostantól kezdve minden fejremért ütés szándékosnak minősítenek. Nagyon jó. És akkor közelik, most nem lehet Switchy Music, nem lehet Tombstone, nem lehet semmit. Mondom, hagyjatok már békén ezzel. Főleg a Switchy Music az nyakra megy lejjebb, szóval ne. Mindazonáltal én nagyon büszke vagyok, és a mai napig kitartok amellett az álláspontom mellett, hogy ezt nem szabad csinálni, és büszke vagyok arra, hogy Magyarországon, amikor ez bekerült publikus fórumon, először én álltam ki nyilvánosan a téma mellett, rengeteg ellenző és szkeptikus hanggal szemben. Egyébként két dolog változtatta meg nagyon az álláspontomat döntően. Az egyik az az, amikor az Eurosportnak dolgoztam, akkor szembesültem a Vintage Collection adásokban azzal, hogy azoknak az embereknek, akikről én írok, egy jelentős része meghalt. Mondjuk úgy, hogy több, mint a fele. Tehát a 80-as évekből, akiket így szkripteltem a meccséket, és mondom, ez is meghalt, mibe halt meg, fájdalomcsillapító függő volt, ilyen-olyan drogfüggő, agy problémája volt, amik mind alapvetően az agyrázkódásoknak a következménye, és ne felejtsük el, hogy ahhoz képest, amit 2010-ben tudtunk az agyrázkódásokról, az azóta elvégzett kutatások nem azt igazolták, hogy hú, hát ezt túl lihettük,
hanem azt, hogy még rosszabb a helyzet, mint amit akkor gondoltunk ezekkel kapcsolatban. Nem véletlenül van most az agyrázkodás protokoll is ennyire komolyan véve mindenkinél, hogy gyakorlatilag Sasha se birkózhatott mennyit, 2 hónapot? Annyit azért nem, mert de ugye mindenkinek el kell végezni azt az úgynevezett impact testing nevű procedúrát, mielőtt visszaengedik. És ugye még ez se garancia hosszú távon semmire. Tehát a fölösleges kockázatokat úgy gondolom, hogy eliminálni kell. Így van. Na, ez most tényleg egy elég vita gerjesztő téma, abszolút. És szerintem egy kielégítő választottunk rá, hogy mind a ketten egyetértünk avval, hogy ezt mellőzni kell, sőt ugye akármilyen olyan fejlemét, ütést, támadást, ami a védekező félnek, fogalmazunk így, az elkerülhetetlen és sérülésveszélyes. Ez az olyan, mint amit tényleg Foley meg Benoit csináltak, hogy leeresztett karral fogadták a székütést és belenéztek. Nem. A nagyon profik azok ki tudják védeni kézzel, de az is fölösleges kockázat. Persze. Van ott elég kockázat. Főleg, amit Foley-ék csináltak, az tényleg ami elképzelhető. Mindig Eddie-nek a izéje jut eszembe, amikor csontig fölvágta a fejét mellé, és az basszus kulcs. Hogy nézett az ki? Ja. Na, szóval ennyit erről, most pedig beszéljünk a rövidebb szegmensünkről, szóval most egy kicsit kérdezgetni fogjuk egymást Goldberg-gel kapcsolatban. I'll tell you what I think. It doesn't matter what you think. Folyamatosan próbáljuk fejleszteni a műsort és újabb dalaikokat adni bele, ami még érdekesebb és még változatosabbá teszi. Ebben kapcsolatban fog holnap érkezni egy poszt is, amit megkérünk titeket szokás szerint, hogy mondjátok el, hogy miről szeretnétek hallani itt az adásban. Remélem rengeteg hozzászólást fogtok írni, mert az nekünk mindig jó, mert mindig egyszerűen könnyíti a dolgunkat, hogy nem kell témán agyalni, másrészt meg ugye tényleg olyanról fogunk beszélni, ami titeket is érdekel. Na most ennek a szegmensnek a koncepciója a doktor agyából pattant ki. Tényleg az a lényege, hogy attól függ, hogy milyen érdekes és mennyire lényeges a téma, fogalmazzunk úgy. 3 vagy 5 kérdést fogunk egymásnak föltenni ebben kapcsolatban. És mivel úgy gondoltuk, hogy Bill Goldberg karrierjéről elég sokat beszéltünk mostanában a Monday Night War sorozatban. Így van. Most nem csinálnánk egy komplett ilyen karrier áttekintést, hanem egy ilyen szegmens formájában mégiscsak beszélnénk róla, most úgyis teli van vele az internet. Ugye, azért mert bekerült a WWE játékba. Kezdem is, hogyha nem bánod. A kérdésem az volna, az első kérdésem, hogy tudjuk azt, hogy Goldberg nagyon gyorsan befutott és megasztár lett a WCW-ban. Mint saját nevelésű megasztár az egyetlen. Vajon azzal a karakterrel és azzal a tudással, amit ő felvonultatott, akár birkózás, akár promók, akár rugalmasság terén, mennyire lehetett volna ő hosszú távon megasztár? Hogyha a környezet egyébként nem olyan, amilyen, hanem jól működött. Mondjuk a WWE profi környezetében hogy működött volna a dolog? Hű, hát ez egy nagyon jó kérdés. Ott Goldbergnél a legjobban, ugye tudjuk, hogy a Powerplantban tanult az egész dolgot, mint egy volt ugye Atlanta Falcons játékos. Ez a WCW iskolája, ugye? Ott a legnagyobb probléma az volt, én ahogy olvastam erről a Powerplantban, egyszer volt egy ilyen terv, hogy írok egy cikket a régi wrestling, meg a mostani wrestling iskolák különbségeiről, hogy ott igazából csak a fizikális felkészítésre mentek rá. Szóval megcsináltattak vele 300 ugolást, 150 fekvőt, 200 hasprést, 1000 nyakazást, stb. Viszont magára a technikai dolgokra semmit nem fektettek. Szóval legalábbis amiután, főleg előtt a 96 után, szóval amikor Goldberg bekerült ott az elején, semmilyen fajta technikai felkészítést és pszichológiai felkészítést sem adtak a birkózó kezében. Így ugye Goldbergnél is kijött az a hiányosság, hogy egyszerűen egy 3 percnél hosszabb meccset nem tud lebirkózni. Szóval csak akkor működhetett volna Bill Goldberg hosszabb távon, ha ezt a hiányosságát abban az időszakban, ameddig mondjuk felépítették a 173-0-ás streaket, mondjuk pótolják. Viszont ez nem történt meg, és ez a hiányossága még a későbbi WWE-s karrierje, meg a minimális szintű más szervezetnél eltöltött karrierje alatt is kijött. Hát az biztos. Én még egy dolgot fűznék hozzá az elmondottakhoz. Az, hogy Goldberg alapvetően egyetlen dologban volt jó az egész pályafutása alatt, és most lehet, hogyha megtanul birkózni, máshogy nézett volna ki. De ha belegondoltok, és ez is ellentmondásos vélemény, Stone Cold Steve Austin is egy rövid időszakot töltött csak a bizniszben, a topon.
ő is ugyanazt csinálja most is, mint amit 99-ben csinált, hogyha visszajön egy darab adásra, és közben valahányszor visszajött, majd hogy nem mindig ugyanazt csinálta, és szerintem Austin hosszú távon azért maradt mindig ennyire népszerű, mert nem kaptak belőle az emberek olyan sokat, hogy megelégeljék, de amikor visszajött a sérüléséből, már ő sem tudta megállítani az attitűdnek a lefelé futó trendjeit. Igen, ebből egyetértek én is. Jó, akkor az én első kérdésem, az most a mostanival kapcsolatos, az, hogy szerinted Bill Goldbergnek szüksége van a WWE-re, vagy a WWE-nek van szüksége Bill Goldbergre? Szerintem alapvetően egyik félnek sincs szüksége a másikra, de hogyha van közöttük egy megállapodás, az lehet egy win-win szituációban mind a két fél nyer. Tehát szükségük éppen nincs egymásra, de Goldberg a saját licenceiből beszedhet egy kis pénzt, a WWE pedig oda teheti az egykori WCW és Goldberg rajongóknak, hogy nesztek, itt van! És akár előkészítetnek vele egy Hall of Fame beavatást is. Jó. A második kérdésem hozzád. Te hogyan értékeled Goldberg WWE-s pályafutását, ami mindössze egy évig tartott? Kihozták belőle így is a maximumot, mert végülis jó egy hónapos csúszással, de világbajnokot csináltak belőle, a limitált képességei ellenére is. Marketingügyileg nem maxolták ki teljesen, mert lehet, hogy abból több pénzt be lehetett volna szedni, de mondjuk az Goldberg fassága is kellett hozzá, hogy ő mindenképpen el akar húzni a francba. És az egyik legjobban várt mérkőzést pedig jól sikerült ellontani, ahol mind a ketten ugye el akartak menni, ugye Goldberg is, meg Lesnar is ugye a Mánián. Pedig álom meccs volt papíron. Abszolút, tehát az egy abszolút álom meccs volt. Főleg úgy, hogy akkor Lesnar még tudott birkózni is rendesen, nem pedig ugye szuplexitizni folyamatosan. Szóval, amit akkoriban egy... fogalmazunk úgy, hogy már félig kihűlt Bill Goldbergbe, de ugye meg tudott csinálni, azt szerintem majdnem teljesen kiaknázta. Tudod, én nemrégiben néztem meg azokat a 2003-as rókat, ahol éppen visszatért. Gigászi volt. Meglepően nagy. Amikor ezt így bejelentették, amikor visszahozták Rock ellen és a következő megjelenései is. Csak ugye Goldbergnél is ott volt pár dolog. Egyrészt az, hogy nem tudott a WWE stílusban main eventeket birkózni. Tehát, hogyha berakták, akkor mindig az erősségei köré kellett építeni, és a gyengeségeit mindenáron elfedni. Hogy birkózol végig egy 25 perces mélyéventet, úgyhogy 5 percet tudsz birkózni maximum. Úgyhogy 10-14-et raktak neki. És ami akkor szokatlan volt, Goldbergnek is abban az egyéves szerződésében meghatározott számú dátum szerepelt. Amit miután elhasználtak, így nem lehetett szerepeltetni. Ezért volt az például, hogy a Mania 20 felépítésében gyakorlatilag semmi szerepe nem volt. Nehéz megmondani, hogy a világbajnok lett, talán nem akkor, amikor a legforróbb volt. Egy hónappal korábban kellett volna világbajnokot csinálni belőle szerintem. De talán azért ebben több is kinézett volna, hogyha mai fejjel vett különleges attrakcióként kezelik Goldberget. Mondjuk egy Lesnar-féle cuccként kezelik annó, amit még akkoriban nem nagyon tudtak elképzelni, akkor mik lett volna, igen. Jó, akkor én kérdezek még egyet. Hú... bár válaszoltál rá, úgy félig meddig, szerinted Goldberg benne lesz a Hall of Fame-ben, és a kérdés másik fel, hogy meg is érdemli-e a Hall of Fame-et? Igen és igen. Egészen biztos vagyok benne, hogy benne lesz. Időkérdése csak, és a wrestling történetének egyik legnépszerűbb érájában jutott ő egy olyan státuszba, ami erre őt abszolút predesztinálja. Az utolsó kérdésem hozzád, az meg pont ehhez kapcsolódik. Mit gondolsz, mi Goldberg öröksége a profi birkózás bizniszében? A remek Goldberg csentek, amit még most is szoktunk hallani, ugye? Tényleg, ami előjön. Meg, hogy ő volt az első olyan igazán amerikai foci alapokra épülő birkózó, aki mondjuk meg normális... Mármint a modern érában, mert előtte ugye voltak bőven ugye a 60-as, 50-es években jó, ilyenek. Wahoo McDaniel! Persze, meg mindenki ugye, aki, Wahoo McDaniel ugye, aki NFL Hall of Famer is, meg ugye azt hiszem WWE is. Ugye a Big Cat Orny Led. Szóval akkor régebben ugye sokan voltak, de ő az egyetlen talán olyan modern birkózó, aki nem az egyetlen, hanem az első, aki tényleg egy közepesen sikerült NFL karrier után be tudott robbanni, és azért így a WCW-ban is, meg a WWE-ben is megnyitotta azokat az utakat, amik
gyakorlatilag most futnak ki teljesen, hogy leigazolunk mondjuk az egyetemről olyan amerikai futballistákat, akik nem jutnak be az NFL-be, vagy pedig nem jutnak túl az első szűrőn ugye a training campeken, és megcsináljuk őket a Performance Centerbe. Ugye ott van ugye Mojo, aki szintén ezt az utat járja, ott van a Sabatelli, aki 2 vagy 3 évet játszott ugye az NFL-ben, meg még rengetegen van, meg ugye Corbin is ugye játszott az NFL-ben, szóval gyakorlatilag ez az öröksége szerintem a modern pankrációval a néző volt az első amerikai futballista, aki igazán sikeres tudott lenni. Szerintem Goldberg egy nagyon jó gondolat egyébként. Szerintem Goldbergnek az öröksége, amit én a legfontosabbnak tekintek benne, az az, hogy ilyen rövid pályafutással, ilyen hosszantartó nyomot tudott hagyni ebben a bizniszben. Mm-hmm. És megmutatta azt, hogy függetlenül az érától, függetlenül a körítéstől, hogy éppen mennyire birkóznak az emberek, és mennyire van roncsderbi az adások körül, egy embert valahogy képes a csúcsra repíteni az, hogyha olyan aurája van, amitől az embereknek leesik az álla, és amikor meglátják attól, akkor kicsinek érzik magukat mellette. Még Goldberg a méreteivel abszolút ebben a kategóriában. Jó, hát tényleg kicsik voltak mellette, csak úgy mondom. Yeah. Jó, az utolsó kérdésem az az lenne, hogy mit csináltál volna Vince helyében 2000-es évek elején Goldberggel? Hogy bukoltad volna azon az egy hónappal előbbi megnyerésen kívül Bill Goldberget, és megtartottad volna-e akár nagyobb áron, hosszabb távra is? Hát az a helyzet, hogy ha a fantázia bookingot kivesszük a képből, és megnézzük azt, hogy milyenek voltak a személyes viszonyok az öltözőben, akkor azt gondolom, hogy nem érte volna meg megtartani Goldberget, mert egyszerűen azért a fizetésért, az, hogyha neki rossz attitűdje volt, és nem volt elegedett a színfalak mögött, akkor nincs értelme. Hogyan bukoltam volna őt? Kicsit, ahogy mondtam, különleges attrakcióként talán. Ha világbajnokot is csináltam volna belőle, akkor olyan világbajnokot csináltam volna belőle, mint amilyen Lesznár volt nemrégiben. Uh-huh. Nincs ott az adásokon, ugye. Hogy gyakorlatilag a lehető legkisebb és a leghatékonyabb szegmensekre igyekszem korlátozni az ő szereplését. Uh-huh. És talán így, és talán akkor tovább ő kitartott volna ő is a bizniszben. Mert ha megnézed, azért Lesznár se birkózik túl sokat, hogyha olyan ellenfele van, akkor persze királymeccseket vívnak, de az ő esetében is pontosan az van, hogy különleges uh-huh. attrakciók a mérkőzései. Bejön és zúz. És 10 percen keresztül zúz, és hogyha egy WrestleMania főmérkőzésben működik az, hogy Lesznár 15 percen keresztül zúzza a Reignset, akkor nem látom be, hogy Goldberg esetében miért nem működhetne. Na, így van. Szóval ennyit Bill Goldbergről, ennyi volt a debütáló szegmensünk. Remélem tetszett a dolog. Sőt, ugye megfejlhetjük annyival ezt a kis kérdezőskit is, hogy ti fogtok földobni nekünk témát, amiről beszélünk például vasárnap. Megkérdezzetek tőlünk, hogy egymástól mit kérdezzünk, urá! Így van, most pedig jön egy olyan új időnő, ami nagyon friss és nagyon érdekes lesz. You wanna know who's next, eh? Oh no! You're next! Oh, you didn't know? Your ass better call somebody! Megszokott, tudtad, de szegmensünk következik, és egy igen gyakran föltett kérdésre fogunk válaszolni, hogy valójában honnan is ered Jake Robertsnek a DDT nevű mozdulata, amire ugye a leggyakrabban vázolt verzió az, hogy ez a Damien's Dinner Time rövidítése, ami ugye azt jelenti, hogy Damien vacsora ideje, Damien pedig ugyebár az a kedves kígyó volt, akit a kis zsákjában hordott, és majdnem megfojtotta egyszer-kétszer. Na de, hogy rövidre zárjam a történetet, lehet, hogy később valóban ráadódott ez a név, de körülbelül úgy, mint CM Punk CM-jére a különböző Iba. Variációk. Hát most vadi ujjan előállt a verzió, valamire nem tudjuk, hogy vörke vagy valódi, de nála soha nem tudjuk, át. Szóval Jake Roberts beszélgetett a Niagara Frontlinerrel, ugye gondolom egy ilyen Niagara Falls-i újsággal, a Niagara Falls-i Comic-Conon. Nagyon sok Niagara van ebben a mondatban. És akkor kiderül, hogy a DDT maga is egy baleset volt. Mégpedig úgy, hogy ugye front facelockba fogta az ellenfelét, és ugye húzta volna be középre, mikor is rálépett
lábára. A saját lábára. Nem, ő lépett rá a csík lábára, és hanyat estek. És a közönség meg... Oh! És akkor ugye Jake, mint az egyik legjobb vagy a bizniszben, egyből... Oh, wait a minute! Ez nagyon jó! Oké, akkor most hát ezt fogjuk csinálni. Evidens. És akkor minden nap ugye ezt csinálta, és akkor... Hát kell... kellene valami név neki. És akkor így pakolgatta az újságokat a reggeliző asztalon, és akkor egyszer csak meglátja a hatalmas feliratot a mi az a címoldalon, hogy a DDT az törvényen kívül van helyezve. Ó, oh, és akkor megint, wait a minute! És akkor ez nagyon király! És a, egyből tudtam azt, hogy DDT, ami börtön az agynak. Ez méreg az agynak, ami oda van. Méreg? Igen. Ú, de rossz a szemem nekem is. Az poison? Poison. Nem prison, de becsületed rá egyen mondva valójában egy szó, egy betű a különbség. Igen, rosszul látok már. De ezt. Egyébként a mind a kettő jelentés teljesen jó lehet rá. És azért Jake Robertsnek volt némi nemű ismerettsége. A börtönnel is, meg a méreggel is. Meg a méreggel is. Szóval így született meg az a mozdulat, amit most már egy kicsit elhasználtak. És erről volt érdekes egyszer egy nyilatkozat, nem is tudom már ki hozta föl, lehet, hogy pont Jake, hogy ugye azért volt nagy szó a DDT akkoriban, mert egyrészt senki más nem csinálta még, másrészt meg én is csak egyszer csináltam a meccs végén. És hogy megkérdezték tőle, hogy lehetne ma már egy ilyen mozdulatot ilyennél csinálni. És akkor mondta, hogy bármelyik mozdulatot ilyennél lehet csinálni, csak az adott karakter ne csinálja a különböző variációit. Azt hiszem valami, melyik szuplexet hozták föl neki példaként, hogy lehetne egy ilyen egyszerű mozdulatot, mint a szuplex finisherré tenni. És akkor mondta, hogy egyszerű. Nem használja a szuplex variációkat, csak a meccs végén és kész. Igen, meg lehetőleg más a rosszra ne használja azt a variációt. Igen. Shelton Benjaminnak egyébként annak idején a T-bone szuplex volt a befejező mozdulata, és teljesen jól működött igen. nála. Tehát bármit el lehet adni, tényleg mind a mai napig a bizniszben, csak úgy kell akkor hozzáállni, és nem úgy, mint a jó rikoség, hogy akkor na még egy csavarcaltó, mert csak. Mert tehát csak jól néz ki, igen. Most gondolj bele abba, hogyha annyiszor mondjuk, hogyha a mérkőzés második percében beadod a 450 splash-t, akkor az egy második percen beadott 450 splash, de hogyha te csak a mérkőzés végén adod be, és mindenki tudja, hogy az a te finished, akkor az ó! Láss, nézzétek meg AJ-t, akitről ugye kérdeztünk a héten, meg róla szól a hétfélig meddig, hogy AJ sem a meccs második pillanatában adja be a 450-et springboardról, hanem a végén, a végső elkeseredettségében, hogy mi az Istennel rakjam már el ezt a meccset a zsebembe. Most kérdés, hogy Reigns meg Cena ellen sok sikert hozzá. Igen, igen. Bár ja. Ha mondjuk Reigns-t, ugye, vagy ha Cena-t megnyeri, akkor az... De ez most még, nem még a jó Roberts-re visszatérve egyébként, nagyon meg szeretném már nézni a független dokumentum filmjét valamikor, nem is tudom, hogy ez elérhető-e már egyáltalán. Elvileg úgy elméletleg, tudom, hogy el kéne. Igen, igen, elméletleg ugye a Resurrection of Jake the Snake Roberts. Elméletleg már igen, ideje lenne már megnézni, mert abban benne van, rengeteg Scott Hall is van benne, ami mindig jó. Hát hogyha... Jó, ez nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert azt gondolnám, hogy annyira evidencia lenne, hogy Jake-et tegyék be most azonnal a Performance Centerbe tanítani, és ugye holra is ezt mondtuk korábban, úgyis józan mind a kettő az idő nagy részében legalábbis, Robertsre hiszem, hogy mindig, Scottról kevésbé, de lényeg az, Scott más nem csinál mellé, fogalmazunk úgy, szóval inniszik. De lényeg az, hogy ők már jobban vannak, csak ilyenkor merül föl mindig az, amit igazából Scott Hall mondott egyszer, amikor éppen próbált kijönni az egyik nagyon rossz időszakából, azért nem mentem el a Hall of Fame-re, mert tudtam, hogy abban a környezetben képtelen lennék józan maradni. És lehet egyébként, hogyha bekeverednének a Performance Centerbe, és megint a wrestling életet élnék magukkal, akkor megjelenne a régi csábítás. Azért, de mondjuk ott a Performance Centerben nem a wrestling életet élik, az mégiscsak egy ilyen déli job lenne, ahol edzők meg ilyenek, szóval nem az lenne, hogy most utaznak a fiatalokkal, és minden este partizunk. Igen, de egész nap a wrestling körül jár az agyuk. És lehetőséget adna neki, hogy a wrestling körül járjon az agya, és alapvetően ne kelljen semmi mással foglalkozni az életében. Igen. És azért egy szenvedélybetegnek ez nem mindig egyszerű. Lehet. Na jó, ennyit a mai tudtad elbe, és most pedig tényleg jöhet a minden idők legerősebb osztálya, ami teli van bullékkal. Nem vicc. Welcome to the doghouse! Négy ember, négy történet, négy eredet, négy különböző, mondjuk úgy, hogy érdekes történet, főleg mondjuk Batistáé, meg Lesnaré, meg Ortoné. Cenáé az mondjuk egy, az Cena olyan bakker az életben, mint a karaktere, tényleg egy jó fiú. Viszont a többiek azért egy érdekes dolog, és erről fogunk most nektek elmesélni, hogy honnan jön ez a négy ember,
hogy lettek belőlük pankrátorok, és hogyan törtek be, igen, törtek be a bizniszbe, ugye. Jól van, hát mindenkit le kell szögezni azt, hogy nem hazudunk, amikor azt mondjuk, hogy ez a 2002-es OVW osztály, ez talán minden idők legjobb, legtöbbre jutó, legsikeresebb fejlesztési szervezetből, tehát farm szervezetből érkező osztálya, és nagyon keményen meg kell dolgoznia még az NXT-nek is, hogyha egy csomagban ilyeneket akar küldeni, akik aztán később ilyen szintű szupersztárokká válnak a fő rosteren, ráadásul ilyen rövid idő alatt, bár most ugye próbálunk valami hasonló, de majd meglátjuk. Gyakorlatilag most is ez történik, igen. Szóval kezdjük először a hátterekkel, mind a négy embernek el fogjuk mesélni, hogy honnan jön. Ugyebár a négy ember Brock Lesnar, Dave Batista, Randy Orton és John Cena. És van még egy bónusz, ugye Shelton Benjamin, akiről nem fogunk annyit beszélni, de azért majd ő nevét is megemlítjük, mert ő is ugye ebben az osztályban volt. Igen. Meg volt még más is, csak ő nem nagyon sikerült, nem értek arra a sikereket. Szóval ugye, kezdjük tényleg a szörnyeteggel, ugye Lesnarral. Ugye Lesnar egy... Parasz gyerek volt. Igen, nem akartam kimondani, de Lesnar tényleg egy parasz gyerek, ugye, hogy azt az ő adásában egyszer foglalkoztunk vele, meg az Austin podcastből kiderül, ugye egy farmon nőtt föl, ahol összesen 3 TV csatorna volt, és életében nem nézett wrestlinget. És azok sem mindig ment adás. Így van. Emellett dolgozott kinn a farmon, meg mellé egy darab szenvedélye volt már az általános iskolától kezdve, ez pedig az amatőr birkózás. És... iszonyat sikereket ért el belőle, mert gyakorlatilag tényleg az általános iskolától kezdve a középiskolán át az egyetemig ugye hihetetlen jól ment neki, mégpedig annyira is, hogy a legnagyobb egyetemi sikert, ugye az NCAA, az a ugye ilyen egyetemi sportszervezetnek a bajnoki címét is elhódította. All American volt, nem? Az is volt, igen, persze. Tehát Lesnarról tudni kell azt, meg erről az egész NCAA cuccról, hogy az NCAA versenysorozatokat óriási figyelem követi Amerikában. Tehát amikor ezek az amatőr birkózó bajnokságok, vagy egyéb amatőr sportbajnokságok, foci bajnokságok mennek... Hát 100 000 ember kimegy a amerikai focira. Igen, és a televízióban 10 millió fölötti nézettsége van. Így van. Tehát amikor ezek hétfőnként a rúval egy sávba mennek, akkor már dobják is ki az egész adást a kukába, mert tudják, hogy úgy sem fogja nézni a kutya se. Persze. Körülbelül. Tehát azért az amerikaiak óriási figyelmet fordítanak ezekre az egyetemi bajnokságokra. És Lesnar tényleg ott is ugyanolyan szörnyeteg volt, mint amilyen később lett. Így van, és megnyerte az egyetemi bajnokságot, és akkor úgy volt, hogy elvesztette kicsit a motivációját, hogy az egyetemet ugye nem fejezte be végül, és egy konditeremnek a pincéjében lakott Minnesotában, és nem tudott éppen mit csinálni. Ilyen előfordul az emberekkel ebbe a bizniszbe. Mert ugye annyira nem volt motivált, hogy például az olimpiára már nem akart kikerülni, ami mondjuk szerintem egy sportolóként nagyon fura, és akkor egyszer csak jött az a lehetőség, hogy kérdezték tőle, hogy miért nem mész el profinak? Mert ugye az amerikaiak tényleg úgy vannak vele, hogy van az amatőr birkózás, meg van a pro wrestling, ami tényleg az, hogy profinak állsz. És akkor Lesnar úgy gondolta, hogy hát, miért is ne? Mi ugye nem értjük ezt a különbséget, már nálunk van a kötött fogású, meg a szabad fogású birkózás, azon kívül, amit ők egyébként görög-rómainak mondanak még, hogyha nagyon muszáj, és van a pankráció. De ők így választják körül, hogy amatőr és profi, a nyelvileg is, és akkor aztán később az OVW-ban, a WWE Farm szervezetében tanult meg birkózni. De ő például egy kimondottan sikeres háttérre jött, ellentétben második emberünkkel, Batistával. Dave Bautista, ő DC szegény negyedében látta meg a napvilágot. A lebesmérlő kifejezés lett a Vájtes környezetben, szóval tényleg ez a ilyen lecsúszott középosztály alja, alsó osztály teteje valahol. Anélkül, hogy túragoznánk, eléggé viszonylagos szegénységben élt a nemzet fővárosában. Így van, ott a szuburbánban, ugye a külvárosokban. Nagyon rossz kapcsolata volt a szüleivel, és ezért aztán a fiatalon is került otthonról. 15 évesen költöztek át egyébként San Franciscóba, ahol nagyon nem érezte otthon magát, és ezért fogta, és... Ami Washington után az tényleg elég erős váltás lehet. Hát főleg ugye azért Frisco egy fokkal tényleg azért jobb környezet, mint mondjuk DC. Szóval fogta magát, felszállt egy buszra, és hazament DC-be, ahol az utcán élt egy ideig. Közben összeütközésbe keveredett néha a törvénnyel, mert volt kisebb, nagyobb balhéja emberekkel, néhányszor összeverekedett, néhányszor így jótom lopkodott is egy-két cuccot. Volt, ugye, valami biztos volt. És ugye
akkor talált rá arra, ami az élete értelme lett, meg ami levezette az indulatait, ez pedig a testépítés volt. Ez a, mondjuk a csuklyás izmai alapján nem meglepő. És ugye mondja, hogy elment ugye a főiskolára, mert akármennyire rosszinek volt, elment a főiskolára, és ő is ugye akkor kezdett el birkózni. Ő nem gyerekkorában, hanem a középiskola végén, az utolsó évben, és állítólag iszonyat tehetséges volt. És elment ugye a főiskolára, ahol külön kulcsot kapott az edzőteremhez, mert annyit volt ott. Nem ott lakott egyébként. Kb. Igen. Ez is előfordul ebben a bizniszben. És utána ugye akkor ő nem került be ilyen fiatal WWE-be, mint mondjuk Lesnar vagy Orton, hanem ő különböző munkákkal próbálta fenntartani magát. Gyakorlatilag ami aljamunkát el tudtok képzelni, azt ő elvégezte. Nem, mint hogy ezzel bármi baj nem, lenne, mert legalább dolgozott, csak tényleg minden ócska melót, ami az ember többnyire nem akar lenni, az Batista megcsinálta gyerekkorában, és egyébként közel 10 évig volt kidobó egyébként. Így van. Ebben a bizniszben ez visszatérő elem, mert Jericho is volt kidobó, Regal is volt kidobó, szóval ez ilyen visszatérő elem. Flair is volt kidobó, Flair is volt. Idején. Szóval Batista meg 10 évig kidobóskodott, és meg, akkor... Meg Edge is volt kidobó, úgyhogy elvileg még túl fiatal lett volna ahhoz is, hogy így van. Igen, igen, Edge is volt kidobó, tényleg. Szóval Batista így, amíg a többiek még a gyakorlatilag a főiskolára jártak, akkor Batista éppen az utcán volt, vagy éppen kidobóskodott az éjszakában. Egyébként amikor Batista bekerült az OVW-ba, akkor ő konkrétan 31-32 igen, éves volt. Igen. Szóval Batista kifejezetten időskorában került be hogy hívják az, és előbb lett nagyapa, mint ahogy bekerült a WWE-be. Ezt jól hallottátok. Szóval előbb lett nagyapa a jó Batista. Ezt most így emésztem egy picit, jó? Igen. Ez így ilyen. Mert még az OVW-ban volt, amikor megszületett az unokája. Mindenközben meggyűjti az étkészleteket. Igen, na az jó. Hobbija. A következő emberünk, ugyebár a későbbi legendák gyilkosa, a Viper, a Randy Orton, aki igazi pankrációs familiából származott, hiszen harmadik generációs birkózó, a nagyapja is az volt, aki úgy került be a bizniszbe, hogy alapvetően volt jegyszedő, aztán kitált egy ő is birkózni fog, és aztán később Cowboy Bob Orton, az édesapja már a WWE-ben is szerepelt, és egyébként fiatalon még a család eltanácsolta őt attól, hogy birkózzon, mondván, hogy ha ezt megteszed, akkor neked nem lesz családi életed. Meg nem is nagyon akart ugye rendi az elején birkózni. Annak ellenére, hogy az öltözőben ült fel. Igen, lehet mond azért. És ugye közölte, hogy utána a tínézser korában nem nézett birkózást. Szóval... Később azt is közölte, hogy a wrestling a vérében van, és azt lélegzi. Igen. Ami tényleg így van, csak ugye tényleg nem nézett birkózást a tinédzser korában, és 18 éves korában lent lakott az apjáig pincében. Még egy ilyen ember, de jó! És egy benzinkúton dolgozott éjszaka, amikor is mellette ugye járt ő is a főiskolára, bár nem sok sikerrel, mert ugye... Gondolom szart bele. Persze, és akkor egyszer csak meglátta a plázában, ugye a US Marine Corpsnak, ugye a tengerészdolgosoknak a kis toborzó standját, és oda ment hozzá beszélgetni, és kiderült, hogy iszonyat menő a toborzó őrmester, és ezért rávette. És aláírt 5 évre a katonasághoz. Ezt mindig nem tudom, ezt hogy gondolta bárki is, hogy jó ötlet. Legfőképpen ő maga Orton, ki soha életében nem bírta fegyelmezni magát semmi. Nem, és akkor ugye egy évig tartott a katonai kiképzés, azt mondta, hogy akkor az rendben van, azt még élvezte úgy, ahogy. Csak azt zavart, ugye, hogy mindig is utálta a bullikat, mert a középiskolában ugye buliskodtak vele. És az egy zavart... Biztos, ő is ezért lett az később. Ezért zavarta egyedül az, hogy ugye nem veszik ember számba. És akkor jó, letelt a másfél év, mert utána elküldték még valami különleges ugye gyalogsági kiképzésre, és bekerült a flottához. És akkor szembesült vele, hogy itt se fogják ember számba venni, és akkor lett a tökéletele az egésszel, és azon járt az anya, azon böngészte a katonai szolgálati szabályzatot, hogy a francba fogja elérni azt, hogy leszereljék. Na és akkor megtalálta azt, hogy parancs megtagadás. Jó, akkor mondta neki az őrmester, hogy csinálja ezt és ezt, és Orton meg nem csinálta. De ekkor is csak megbüntették, de megvonták az elvtárját, de ekkor sem rúgták ki. Mondta, jó, akkor böngészte tovább a szabályzatot, akkor mi lehet a következő? Ó! Dezertálás! Na, az leszereléssel jár!
és az 60 nap után számítok dezertőrnek. Fogta magát, kisétált a laktanyából, felszállt egy ilyen hagyományos amerikai coachbuszra, tudjátok, az a nagy ezüst színű cucc, és meg sem állt ugye San Franciscóból egyenesen St. Louisig hazáig, két napi buszúttal. És fogta, és megint ugye az anyjáék, meg az apjáék ugye mi az szófáján héderezett, meg lenne a pincében lakott, eltelt az első 30 nap. Mondta, hogy be volt végig szarva, mert attól félt, hogy megjelenik két őrmester, és haza, vissza fogják cipelni a laktanyába. Na ez nem történt meg, mondta, jó, akkor már csak 30 napot kell kibírnom. A második 30 napban már kevésbé volt parás, mondta, hogy jó, akkor már tök jó, el volt, eljárt ide-oda, meg minden, és közben kapta a zsoldját ugye a bankszámlájára. Ami megint indokolatlan, és mondja, hogy eltelt a 60 nap, dezertő volt, mondta, hogy majd ekkor fog megjönni a katonai rendőrség, bevisznek, aztán nem lesz semmi. Jó, eltelt 82 nap, még mindig nem történt semmi. Hogy a picsába fognak engem leszerelni, nem történik még mindig semmi. Fogta, megint fölült a nagy szürke buszra, visszautazott ott San Franciscóba, és vigyorgó fejjel besétált a laktanyára, és így mondja a katonatársi irányzt, hol a picsába voltál eddig? És ekkor sem történt még semmi, mondja, jó, akkor állítólag elküldte az őrmestert a kurva anyjával minden, akkor fogták és berakták a katonai börtönbe. Nem tudom, egy napra, igen. 110 valamennyi napra. Mondja, hogy avval sem volt semmi probléma. Tudjátok, van az a sorozat, az Oz, ami egy ilyen börtönsorozat. Mondja, hogy olyan volt, csak kicsiben. Mondja, hogy ezek is utáltak engem, meg akartak ölni, de mégsem tették, mert mégiscsak katonai börtönben voltunk, és mi az árulás lenne, ha megölöd a katonatársat, akkor főkötnek. És akkor el voltam vele, 111 nap után kiengedtek, visszavittek a laktanyába, és ott vált az őrmester a leszerelési papírok, hogy írja alá. És akkor... Na végre! Na végre! És akkor az őrmester így kinyújtotta neki nekem a kezét, és akkor sok sikert a következő dolgaihoz. És akkor így, hát, fölnézett, bazeg, mi a fasz fogok ezután csinálni? És akkor ugye hazament, és nézte, megint rátlált a bizniszre. Ugye elkezdte nézni a Birkót, ugye Rockot, Austint, meg mindent, és akkor közölte ugye jó Cowboyba Bortonnal, hogy akkor most szeretnék birkózni. Van. És ezután az apja már rá is állt, és főleg ő tanította aztán meg birkózni ilyen kisebb helyi promóciókkal együtt, és aztán nyilván a családi vonalon keresztül azért nem volt túl nehéz. Hát úgy, hogy St. Louisban volt egy raw felvétel, és akkor elvitte, ugye magával, körbevitte mindenkinek, bemutatta, és ugye adtak neki egy dark meccset tryoutba, és mondta, hogy annyira szar volt a meccs, hogy nem hittem, hogy fölvesznek, és ugye jött a telefon, hogy akkor kérlek szépen költöz le Ohio-ba. Hát azért úgy gondolom, hogy harmadik generációs birkózóként megvolt erre neki az alapjoga. Negyedik emberünk az ugye John Cena, aki egy viszonylag egyszerű utat járt be, ugye gyerekkori wrestling rajongó, szinte minden WWE adásban, ami az ő múltjával foglalkozik, láthatjuk azt a kis papírövet, amit gyerekként a magasba emel, emellett amerikai focista volt, és az egyetemi bajnokság harmadosztályában volt All-American ő is, tehát ő is megkapta ezt a rangot. Valamint, már azért az nem, mind, nem, azért nem ugyanaz, mint mondjuk az első osztályban. Nyilván nem, de ott is de legalább ott a maga szintjén a top közé tartozott, és neki is természetesen emellett a testépítés volt a szenvedélye. Szép. Nála azért, mert ugye tudta, hogy ebben fog bekerülni a bizniszbe. Aztán szépen, ha jól tudom, valami testnevelési egyetemet elvégzett, és akkor utána neki is következhetett a következő nagy kaland, bár ő először függetleneknél birkózott egy legendás karakterrel. Ami a Prototype volt. Ja, igen, a remek The Prototype. Nem tudtam, hogy az OVW-nál vette föl, vagy a függetlenek. Előtte kezdte el csinálni, aztán megtartotta. Remek ötlet volt. Prototype, aki egy prototípus gyilkoló robot. Félig robot. Servus Terminator. Istenit. Az istenit. Na igen. Szóval ugye így került be Cena a bizniszbe, és akkor ugye Cenát is így pikkelték az OVW-ba, hogy fölveszünk a téged. És akkor elkezdték ugye az OVW-ba tréningelni egymást, és Orton mondja, hogy amikor megérkeztem az első napomon, akkor egy ilyen külvárosi raktárépülésort képzeljetek el, nagyon gonosz és nagyon rossz emberekkel ott kindülve, ahol cigiznek, meg isznak, és mondja, hogy úgy be voltam szarra, mint a fene, hova a francba jöttem, és akkor megláttam, hogy OVW ugye a raktárban volt ugye a dojo, és így bekopogtam az ablakon, és ki volt az, aki kinyitott az ajtót? Dave Batista! És ki volt épp a ringben bent? Cena! Szóval
Már akkor ugye determinálod, hogy ez a négy ember így együtt fog ugye lélegezni gyakorlatilag. Ezek a fura wrestling iskolák, ezek körülbelül mindenhol így néztek ki a régi időben. Hát pár évvel ezelőtt az FCW-ban is még milyen hülye szabályok voltak, például, hogy nem húgyozhatsz az épületben, meg nem ehetsz az épületben, meg stb. Na, de hát OVW trenírozás, ez egyén függően vagy 2000-től 2002-ig, vagy 2001 és 2002-ig történt. És nyilván nagyon sok hasznos tapasztalattal gazdagodott mindegyik, tehát a Cena itt is kezdetben The Prototype volt, OVW bajnoki címet szerzett többek között az időszakban, és sok-sok meccset vívott egy bizonyos Randy Ortonnal, szóval azt nem a 2000-es évek közepén kezdtük el végig szenvedni, amiről nem összeszámoltam, hogy hány tucat volt belőle. Igen, nagyon sok, 70 valamennyire. És képzeld el azokat, akik ott voltak az OVW-ban már akkor is, és nézték, ahogy Prototype birkózik Ortonnal, és aztán később rájöttek, hogy ezt még 15 évig fogjuk nézni. Igen. És akkor ugye Orton ugye tényleg, Ortonról azt mondja, nem is tudom, hogy ki ment le, Arn Anderson ment le megnézni a fiatalokat, és mondja, hogy csináltak neki ilyen showt a fiatalok. És Orton volt az, akire így ránézett, és hogy az Istenbe lehet, hogy ilyen folyékonyan, ilyen könnyedséggel mozog a ringben. Tényleg mondják, hogy Ortonnak minden csettintésre jött. De tényleg minden. Színának például pont nem. Igen, Színának mindenért meg kellett küzdenie, tényleg még a legegyszerűbb mozdulatokért is. Orton meg így tényleg csettintésre, dropkick, 6 millió, láttam Mansaltot is ugrani Randy Ortont. Annyit dicsérjük Ortont ebbe az adásban, hogy lassan megkérdezem, hogy nem akarsz kompenzálni az érmet Sidney szaktuk néha? Nem, most fogjuk elkezdeni Sidney, ugye Cena nyilatkozott tőle, hogy akkor egy kicsit a fejbe is szállt ez, és hogy hát mi volt az gondolatod akkoriban Ortonra? Az, hogy egy pöcs. És ezt így Cena elmondja a dokumentumfilmbe, hogy az, hogy egy pöcs. Mert ez valószínűleg így is volt. Valószínűleg így volt, igen. Szóval Ortonnak a fejbe szállt egy kicsit, és ilyen nagyon arrogáns lett. Míg Batistának ugye volt szintén egy remek gimmickje akkoriban. Hát ugye ez visszatérő elem, Cena volt a prototípus, Batista volt a Leviatán! Ezt még hozzá hogy hívják? A jó Jim Cornette találta ki. És mondta, miért nem ők meglepve, akkor is be volt baszva? Tuti! Tuti! Batista elmondja a dokumentumfilmjében, hogy Jim behívott az irodába, és tudod, Dave, van egy nagyon jó ötletem, te leszel a Leviatán! És így Batista nézett, hogy Okay, Jim. És akkor elmentünk a két raktárral alébb lévő Home Depotba, ugye az az amerikai Obi meg Brickostor meg ezek, és vettünk egy iszonyat nagy láncot, amit a nyakamba raktam, egy lakattal összekötöttük, és a fiúk mindegyike utálta, mert amikor megütöttek, akkor mindig megsérült a kezük, mert mindig oda került valahogy a lánc. És kaptam ilyen iszonyat ronda műfogokat, amik az egyik fotózás alkalmával kiestek, miközben fotóztunk. Ez így szokott általában történni. Viszont ezzel együtt is OVW nehéz súlyú bajnok lett belőle is. Mert ugye egyébként Batista mielőtt elment ide, ő próbálkozott már a Power Plant-ba is, még a 90-es évek végén, és ott mondta, hogy ott hagyta a picsába, mert ugye nem, tényleg amit mondtunk az előző szegmensben, hogy nem foglalkoztak semmi mással, csak a fizikai felkészítéssel. Batista meg akkor nagyobb volt, mint a Davidovics karrierje, meg a mostani visszatérésekor is. Mondjuk, a szép kis Goldberg párhuzam, mert mind a kettő azt kapta meg, amire már alapból nem volt szükség, hiszen a fizikai paraméterei Goldbergnek is abszolút megvoltak ehhez. És Batista mondta, hogy próbálták mindenhogy megtörni, hogy lehetett, megcsináltatták vele 1000 izét, fekvőtámaszt, meg guggolás, meg mindent, és mindent megcsinált könnyedén, és így mondták, hogy szerződtetnénk szívesen, és akkor utána ott maradt még egy darabig, és ugyanezt csinálták minden nap. És akkor Batista fogta, és akkor mondta, hogy akkor menjünk át a konkurenciához. Jobban is járt vele. Igen. Az utolsó tagjából a kvartetnek, ő nem lett OVW bajnok. Nem volt rá ideje. Csak tag team bajnok, a korábbi főiskolai szobatársával, egy bizonyos Shelton Benjaminnal voltak OVW tag team bajnokok, viszont történt vele valami ennél sokkal fontosabb, itt kezdődött meg, még nem is a WWE-ben, hanem már az OVW-ban, amikor ő oda bekerült, az évtizedes együttműködése egy bizonyos Paul Heymannel, aki aztán csúnya idegen szóval instrumentális része volt az ő pályafutásának és egyben felemelkedésének, és biztos vagyok benne, hogy már itt elkezdte magába szívni Póli tudását, mint hogy abban is, hogy Póli már itt
látta, hogy Lesnarból lehet valami, és nem később találta ki, hogy ő a következő nagy dolog, a next big thing. Nem csak Paul látta, akkor ott mindenki látta, hogy Brock lesz a következő nagy dolog, tényleg. És ugye Brocknak a finishere az OVW-ben még nem az F5 volt, hanem a Shooting Star Press. És minden egyes meccsen beugorta Brock Lesnar a Shooting Star Press-t. Ezt a YouTube-on meg is tudjátok találni, ha beírjátok azt, hogy tényleg, hogy OVW Brock Lesnar Shooting Star Press. Van róla egy egész gyűjtemény. Szóval... És nem rossz indulatból mondom, mert tény, hogy nagyon egyedi dolog az, hogy egy ekkora ember, mint Lesnar, olyan atlétikus, hogy meg tud ugrani egy Shooting Star Press-t. Csak ugye ez ugyanaz a kategória, mint amikor Hall lebaszta Nash-t, hogy te vagy a legnagyobb ember a cégben. Miért kerülöd el a kontaktust, és miért ugrasz Leapfrogot? Tehát ugye így Lesnar esetében is, miért ugrasz Shooting Star Press-t? Na jó, de az tény, hogy nagyon gyorsan kijárta ott a ranglétrát, és... Nagyon nagy szükség is volt rá, hiszen a régi megasztárok kimerülőben voltak, Rock távozóban volt, kellettek az új nevek. És 2002 volt az, az az év, amikor gyakorlatilag kidobtuk az F-et, behoztuk az E-t, WWE lettünk, és behoztuk ezt a négy embert is, mindössze néhány hónap eltéréssel. Így van, ugye Lesnarral kezdtünk, jól emlékszem, mint tényleg ugye a Next Big Thing, ugye egy SmackDown-ra benyomták, és olyan nevekkel birkózott. Még a Brand Split előtt benyomták, és aztán utána később került a Smackre, de Hardy-ékkal kezdett, és aztán utána... King of the Ring-et nyert, ugye? Igen. Pár hónapra a debütálása után. Így van, ami ugye például Austin-nak a távozásához vezetett, ugye erről már sokat meséltünk nektek, ugye, hogy Vince megkérte Austin-t, hogy egy King of the Ring kvalifikációs meccsen kapjon ki rohadt gyorsan Brocktól. És Austin... Ron, igen. Bejelentés nélkül. Bejelentés nélkül, reklám nélkül, minden nélkül. Austin meg el azt mondta, hogy lófaszt, én nagyon szívesen megcsinálom a kölyköt, de akkor építsük föl, legyünk mi a döntők a King of the Ringben, és ugye akkor verjen meg a srác egy pay-per-view-n. És akkor Vince azt mondta, hogy nem, jó lesz az, ha a Ron ver meg téged most bejelentés nélkül, mert ez ilyen meglepetés lesz, meg sok faktor, meg minden, és akkor Austin fogta, összecsomagolt a golyót, és hazament. Lesnar meg tényleg megnyerte a King of the Ringet, csak... És nagyon jól látszik az, hogy őt mennyire megasztárnak szánták, és nem is egyszerűen WWE bajnoknak, hanem megasztárnak, mert heelként az első évében olyan tatárdulást végzett Heymannel az oldalán, amit nagyon-nagyon keveset látott a biznisz, és ugye Goldberggel, aki szintén hasonlóan robbant be, csak ő kiskaliberű meccsekben, amellett, hogy rövid meccsekben is, Lesnar olyan top mérkőzésekben diadalmaskodott, mint mondjuk az egy SmackDown-on volt, de Hulk Hogan-t iUltra szorította egy berhággal, és fél évre kiírták utána Hogan-t a sztoriból. Igen. Meg Hogan. Ugye Hogan valószínűleg akar menni pihenni. De attól még igen. Aztán utána The Rock csak azért jött vissza a filmforgatásból, hogy a SummerSlam-en megcsinálja Lesnart. És utána meg ugye az őszi feud, ugye azt hiszem az három meccs volt zsinórban? Akkor kettő. Kettő. Taker ellen. Ugye a legendás Hell in a Cell-ben ugye a Taker olyan sérült, hogy gyakorlatilag menni a ritrot, de megcsinálta a fiatalt. Megvérzett, mint a... De abban a meccsben mindenki vérzett, még Paul is, ugye mindig ezt mondjuk. És ne felejtsük el, hogy ő lett a legfiatalabb WWE bajnok abban az évben, pont a SummerSlam-en Rocktól elvéve a címet, amit egyébként a mai napig tart, mert ugye Orton nehézsúlyú világbajnok, tehát VHC volt, Lesnar 25 éves rekordját mind a mai napig nem tudták legyőzni. Utána ugye jött a szakadás Heymannel, meg minden ilyen egyéb apróság, de a következő évben gyakorlatilag Lesnar ugyanúgy uralta a SmackDown-t, nyert egy Royal Rumble-t. Így van. Nyert egy WrestleMania főmeccset. És Kurt Angle-lel gyakorlatilag a hátukon vitték az egész kék brandet. Angle-lel meg Eddie-vel ugye így hárman vitték a cuccot. Fú, de jó volt, az el is meccs. Az Angle-ös feud meg mindenődők legjobb Iron Man meccsét tartalmazza a SmackDown-on. Az biztos. Amikor egy komplet SmackDown-t erre az egy feudra áldoztak, amikor egy egyórás Iron Man meccset nyomtak a SmackDown-on. Mm-hmm. És még a SummerSlam-en is toltak erre meg meccset abban az évben. Akkor halt meg majdnem, ugye Kurt, amikor akkor is be akart ugrani a Shooting Star Press, csak nem sikerült. Hagyjuk a Shooting Star Press, a WrestleMania majdnem kitört a nyakát. Utoljára Gabriel Angel Fire-től láttam hasonlót egyébként, az a HCV-ben volt. Pontosan úgy landolt, mint Lesnar annak idején. Na, csak hát az volt a probléma, hogy Lesnar közben rájött, hogy ő ezt nem bírja idegileg. Nem bírja a rengeteg utazást, nem bírja a rengeteg meccset. Nem bírja a rengeteg embert. Úgyhogy állítása szerint ilyen
Gyakorlatilag nem tudom napi hány üveg vodkán és egyéb tudatmódosítókor élt egy fél éven keresztül, tehát azt mondja, hogy gyakorlatilag a WWE is első karrierje nagy részéből nem emlékszik semmire. Igen, mert masszívan ivott, és Takerrel ezért vesztek nagyon össze. Szóval Taker teljesen ki volt rá akadva, hogy ezt mégis hogy képzeli meg minden. Mondjuk Taker is tud erről mesélni, mert neki is volt ilyen időszak a 90-es évek közepén. De tényleg, szóval Taker itt nagyon kiakadt ugye Lesnarra, és akkor nem volt éppen a legfelelőbb a viszonyuk. Annál is inkább, hogy Lesnar a maga bármilyen tudatállapotában minden tele volt a töke valószínűleg, és azért jött elő ez is, hogy 2003 őszén is Takerrel kellett birkózni, meg immár se tetszett neki, és akkor 2004-ben kitalálták, hogy a Mania után megint birkózza a visszatérő Takerrel, és Lesnarnak az még annyira se tetszett. És ugye akkor Eddie Guerrerót még gyakorlatilag megcsinálta, mint bajnok volt a 2004-es Novi Auton, de akkor már így lehetett tudni, hogy ő szeretné magát másba kipróbálni, mert úgy gondolja, ebbe bele fog dögleni. Így van. Menjünk tovább a következő emberre. És ebből azért még annyit mondjunk el, az lett, hogy gyakorlatilag ebből az egész Next Big Thing megapusból, meg az elképzelésekből nem lett semmi, mert Lesnar kevesebb, mint 2 évet bírt ki toparcként a bizniszben. Meg van. Egyáltalán egy végtében. Szóval ez... És utána elment először a Minnesota Vikinghoz. Ugye, amerikai focizni, aztán visszament birkózni csak Japánban, ahol ugye IWGP, ugye a New Japan Pro Wrestling-nek a legbajnoki címa. Nem kell minden a birkózni, akkor nincs ezzel baj. Igen. Folytassuk szerintem Ortonnal egyébként, kronológiailag az jön ki a legjobban. Hát ő egy a harmadik generációs mi voltára alapozva egy babyface-ként kezdte el a pályafutását, és már akkor is ugyanolyan rossz volt benne, mint később. Párhuzam a jó Rockkal, aki szintén ugye mint második generáció, sőt, ő is harmadik generációsként jött, ugye egy nagyon gagyi első gimmickkel. Remek kék bugyiban jött Orton. Sárgávú volt rajta a neve. Igen, igen. Sárkor Halival birkózott. Remek volt. Aztán talán tulajdonképpen a szerencséjére közben jött egy sérülés. Így van. Ami alatt így ilyen rövid kis raw szegmenseket kapott, és olyan arrogáns formát hozott benne ezekkel a gyógyulj meg Randy, meg Randy véleménye, hogy érzi mama magát Randy szövegekkel. Utálta az egészet. Legalábbis saját elmondása szerint. Igen, de ami még jobb, a közönség meg őt kezdte el utálni közben. Így amikor visszatért a sérüléséből, bekerült az Evolutionbe, az frissen megalakuló top brigádba, amit két olyan arc vezetett, mint Triple H és Ric Flair. Most nem tudom, melyik Batista nem volt az eredeti terv része, vagy ő nem volt az eredeti terv része, szóval soha nem tudom, hogy melyik. Batista nem volt. Vagy a francia, mert tudom, hogy Gene Drakról volt szó, de nem emlékszem, hogy melyik. Majd ezt megnézzük. Majd megnézzük. Szóval, és akkor ugye Hunter tényleg ugye saját kezileg választotta ki, és akkor általában odahívta magához Batistát, meg őt is a backstage-be, és közölt, hogy fiú, készen álltok ti erre? És persze, mi nem emelteni fogunk, meg minden. És nem erről beszélek, arról, hogy mindenki utálni fog az öltözőben ezért. Készen álltok el? És ugye akkor már azért elgondolkodtak, hogy persze nyomjuk. Rendit, addig is utálták. Hát, jó, már pöcs volt. Aztán ki, ugye mondtad, hogy utáltak a katonaságra a bulikat, később volt ilyen szintű buli, hogy amikor az előre kért szobaszervizt kivitték neki a szállodába, akkor így mogorván fölkelt, álmosan oda ment az ajtóhoz rá, borította az izére, aztán rölgött, becsukta az ajtót és visszament aludni. Igen, és pont erről volt szó, hogy Hunternek mondta mindig, hogy azért csinálja ezt, mert még nem elég idős, még nem nőtt be a fejre ágya. És akkor Hunter ezt válaszolta, hogy jó, akkor majd szóljál pontosan mi az az időpont, amikor elég idős leszel, mert addig nem foglalkozom veled. Aztán később ezt egyszer Taker is elmondta neki, ugyanígy. Vagy kicsit durvábban. Igen, valószínűleg Taker durvábban, igen. Jaj, viszont hát ebben az évben, amellett, hogy nagyon sokáig Triple H-nek segített, 2003-ról beszélünk, az év legvégén két fontos dolog történt vele és a karrierjével, ami egy nagyon gyors felemelkedéshez vezetett. Egyrészt megnyerte RVD-től az IC bajnoki övet, és egy nagyon hosszú ideig regnáló bajnok volt, konkrétan az öv Tirira Rara nála volt 8 hónapon keresztül. És megkezdődött a Mick Foley-val való feudja, amikor is Foley-t arcon köpte és lerúgta a lépcsőkön a Madison Square Gardenben. Nem, és ezt így óvatlan így egyelő a dokumentumfilmben. Hát a karakterem is analogáns volt, mint ahogy én voltam a backstage-be. Először arcon köptem Mick Foley-t, és élveztem. Utána arcon köptem Harley Lace-t, és őt is élveztem. És utána legyaktam Mae Young-ot, és azt is élveztem. Baromira örülök egyébként, hogy Orton ilyen jól érezte magát ebben, de testezálló szerep volt. Na,
pláne életének abban az időszakában. Megjelent ugye a Legend Killer gimmick. És ugye Foley feud volt, Rumble-ön, WrestleMania-n, ott Rock és az Evolution közreműködésével, és elérkeztünk a 2004-es Backlash-hez, az Orton Foley hardcore mérkőzéshez, ami egy egészen brutális összecsapás volt, és valamilyen szinten legitimálta Ortont. Így van, és mindenki arról beszélt a backstage-ben, hogy jó, Orton lesz a következő nagy arcunk, ő lesz a jövője a biznisznek, meg ő lesz mindenünk, és így Hunter meg ül a backstage-ben, és mondja, hogy ez az ember egy pöcs. Lehet, hogy én választottam, de egy pöcs. És akkor egyre jobban a Batista felé fordult a figyelme, és Orton kicsit kiesett a Pixisből. Hát ugye azután meg főleg, hogy Ortont azért csak megpróbálták abban az évben, 2004-ben, de mint elvesztette az IC övet, ő bajnoki kihívó lett, és megverte Chris Benoit a 2004-es SummerSlam-en, és a következő este Triple H-ig kidobták az Evolution-ből, és megpróbálták azt, hogy oké, gyerek, akkor most ússzál. Igen. Mutasd meg, hogy tudsz úszni. Na most Orton még mindig nem tudott babyface lenni. Nem tudott babyface lenni, megint nagyon nem érezte ő se jól magát. Őnek is nagyon nagy volt a nyomás, meg minden, és ő is elkezdett elmenekülni a drogok felé, meg az alkohol felé, és a dokumentumfilmben így mondja szó szerint, hogy ú, de ciki erről beszélni. Meg nagyon nehéz visszaemlékezni is, mert rengeteg drog van ebben a történetben. 24 évesen azért tényleg a világ súlyát kapta akkor a vállára Orton, és talán nem is csoda, hogy belebukott abba. De olyan szinten belebukott, hogy Ortonnak nagyon hosszú évek kellettek ahhoz, hogy újraépítse magát, és bár 3 évvel később megint világbajnok lett, csak a 2009-es Triple H feudban mondhatta el magáról, hogy tényleg, hogy most megérkeztem. Tehát az egy akkora bukás volt, amikor egy hónapig volt világbajnok, utána még feudolgatott Triple H-el, de akkor már valóban, ahogy mondod, elkezdett háttérbe szorulni a másik prospektus mellett, és egy egyéves Undertaker feud kellett ahhoz, hogy egyáltalán ezt a mély repülésemből bekerült, megállítsa. Megmondom, Takernek a fél naponként előadott fejmosása. Igen, igen. És akkor ugye 2006-ig ott szépen ellébecolt ő is ott hát fél main event, fél high card, stb. Aztán az összekapta magát, de az már másik történet. Jön akkor Batista, a helyettese. Így van. Batista is ugye tényleg ugye ugyanúgy, ahogy az előbb mondtuk, tényleg Triple H saját keze által kiválasztva került később a fő történetbe, viszont előtte neki is körbe kellett járni, hogy gyakorlatilag Lesnaron kívül mindenki béna gimmiket kapott elsőre. Batista, Reverend Devon atya, azaz ugye Devon Dudley-nak a... Éppen egy gonosz papot játszott. Lett a mi az testőre, mint diakónus Dave. Diakónus Batista, ja. És egy kis acéltáskával mászkált egy... mi az? Olyan ingnek, aminek letépkedték az ujjait, meg egy nagyon ronda nyakkendővel. Jaj, de rossz volt, Istenem! És a leviatános kontaktlencsékkel a szemében. Jaj, de rossz nagyon volt. Nagyon rossz. Na mindegy, ez így eltartott egy darabig, de aztán végül Triple H kérésére átkerült a Raw-ra, ahol először Flair lett a menedzsere, majd ő is gyakorlatilag Ortonnal egy időben hivatalosan is csatlakozott az Evolutionhoz, vagy gyönyörűen megsérült. És egy valaki vette még ugye a szárnya alá a backstage-ben, mégpedig Arn Anderson, aki ugye saját magát látta benne, gyakorlatilag, és a szerepe is ugyanaz lett. A sérülés leszámított tényleg ugye a Enforcer of the Evolution lett ugye a karaktere, tényleg ugye a... Ez a verőember kategória volt, igen, amikor visszajött, ugye kicsit ez ilyen vita téma, hogy azokban az időszakban, amikor Orton tolták előtérbe, akkor most valóban az volt a felállás, hogy Orton és Batista a jövő, vagy Orton a jövő, Batista pedig ami fogd megünk. Igen. Mert igazából mind a kettő benne volt a pakliban, azzal együtt, hogy ugye például Flairrel tag team bajnok volt, meg minden. Amire például azt mondja mai napig, hogy az a karrierjének a legnagyobb pontja és a csúcspontja, hogy egy ekkora legendával lehetett együtt tag team bajnok, mint Flair. Nem is az, amikor megnyerte a WHC-t, meg ilyen, hanem ez a momentum az, ami az igazi highlight of my career. És ugye 2004 végén a történet egyik felét már elmondtuk. Orton hatalmasat bukott, mint babyface bajnok, tehát ő akkor még nem tudott úszni, bebizonyította, hogy akkor még éretlen erre. Igen. És nem tudott tényleg a közönséggel így overré válni. Batista viszont sokkal lassabban, de egy ellentétes fejlődési pályát futott be, ő éppen, hogy egyre inkább megmutatta, hogy érett. Hát mert mondjuk 10 éve idősebb, mint Orton, vagy még többen. Igen, ez jogos. És
képes nagyon lassan, nagyon fokozatosan, nem egyik napról a másikra, de organikusan megszerettetni magát a tömeggel. Volt egy Benoit elleni mérkőzése, ami kiváló volt a Rune, és akkor azon a ponton már minden szakíró biztosra vette, hogy itt az Orton Triple H visszavágó, ez tornóza van, itt Batista lesz a következő nagy arc a Rune. Hát gyakorlatilag így is lett. Hát ilyen felbomlott az Evolution, a WrestleMania 21-en megverte Triple H-et a világbajnoki címért, volt egy nagyon jó Hell in the Cell mérkőzésük azban az évben. Csak aztán történt egy változás a tervekben, változott szép lassan a cég arculata. Jött a brand split. És hát az izé a draft. Igen. És kitalálták, hogy itt nem a Batista féle vonalat akarjuk erőltetni a Rune, hanem a Cena féle vonalat. És Batista átkerült a SmackDownra, aminek kezdetben nagyon nem örült. Így van, mert bement az öltözőbe, és közölte, hogy rohadt utálja ezt az egészet. A SmackDown... Le is nyilatkozta, igen, hogy a SmackDown egy szar, és aki itt van, az másodlagos alkalmazott, és nem érte, hogy miért került ide. Mert ugye ez nem is élő, meg minden szar, aztán erre Booker T megverte később. Meg előtte ugye megsérült, ezért ugye távoztatnia kellett a bajnoki címet, ugye vissza kellett adnia. Ugye? Igen, de akkor nagyon sokáig volt bajnok azért. Igen, nagyon sokáig. És később a visszatérése után is, még további éveken keresztül, ő a SmackDown-nak egy stabil, nehézsúlyú ragadozója igen, volt. Igen, abszolút. És én mindig mondjuk az ő kapcsán, hogy megdöbbentő, hogy az ő képességeivel milyen hosszú ideig, mennyire over tudott lenni, mint jó fiú. Igen, igen, mert azért neki is limitáltak voltak a képességei, akár mikrofonnal, akár a ringben. És ugye még az egy fontos dolgot nála se felejtsünk el, hogy egy gyakorlatilag Mysterio kivételével, meg Chavo kivételével őt viselte meg legjobban, ugye Eddie halála. Igen. Mert pont ugye a programban voltak Eddie-vel, és ugye az lett volna a terv, igen, hogy Batistát megveri Eddie a világbajnoki címért. Nem, és ezt pletykálták, vagy hazudták, vagy állították. Igen, nem tudhatjuk meg soha. Később aztán... Bár még Batista is lenyilatkozta, szóval lehet, hogy ez lehet igaz. Lehetséges. Viszont sérülten birkózott akkor már egy ideje. És pont most néztem meg az új dokumentumfilmét is, és van egy Lowrider verdája, egy 60-valányos impala, ami teli van ilyen porfújt Eddie Guerrero arcképekkel, meg cucca. Ja. Szóval tényleg nagyon nagy hatással volt rá Eddie abban a rövid időszakban is, amíg dolgozott. Na de akkor most már térjünk rá a csoport utolsó tagjára, a biznisz történetének egyik legellentmondásosabb figurájára, azaz Big Match Johnra, John Cena-ra, aki észrevehettek lassan egy trendet, szinte semmilyen karakterrel jött be, amit a Ruthless Aggression, tehát a kegyetlen agresszió a korszaknak a nevével illettek, Kurt Angle ellen debütált éppen egy mérkőzésen. Egy SmackDown-on volt egy nyílt kihívás a Kurt Angle-nek, amire megérkezett a rettentően rossz hajvágással rendelkező John Cena, és Kurt megkérdezte tőle, hogy ki vagy te, újonc? És akkor John Cena vagyok. És mit gondolsz, mi jogosít föl téged arra, hogy itt állj egy ringben velem? És akkor jött ugye a Ruthless Aggression, és úgy lekeverte ugye Kurtot, mint a fene. Nyomtak egy nagyon jó meccset, kifejezetten jó meccs volt az a SmackDown-on. Aztán a következő fél évben nem csinált semmit. Így van. Mert ezzel nem lehetett semmit csinálni. És akkor ugye kérdezték, hogy gondolkodtak rajta az agentek, azt hiszem pont Finley meg még valaki, hogy mi legyen a karaktere. És voltak egy ilyen SmackDown buszúton, valahol éppen egy house show-ra, ahol Cena becsatlakozott Rikishihez, a Too Cool-hoz, meg aztán még valakihez, aztán valamelyik afroamerikai birkózóhoz, a busz elejében, ahol ezek rappeltek. Szerbusz hip-hop zene. És Cena elkezdett rappelni, és nem tudom melyik volt tényleg az agent, aztán Finley, ha jól emlékszem a történet, de Finley fölnézett az első ülésről, és akkor így rámutat Cena-ra, that's your gimmick. Ez lesz a gimmicked. És így megszületett a Doctor of Tuganomics, ahogy akkoriban nevezték. Cena tulajdonképpen egy gonosz rapper volt, mindig egy-egy kísérővel jött be, a jó Bull Buchanannal vagy Road Doggal, és ilyen szabad stílusú freestyle repeket nyomott, meg sírokat pisált le, meg másféle ilyen dolgokat művelt. Ami belefért még abban az időszakban a bizniszbe. És ami nagyon-nagyon vicces volt, hogy ezzel végre overré vált a közönségnek. És mennyire vicces az, hogy végül egy olyan Superman karakter lett belőle, amilyen, ahhoz képest, hogy pont akkor futott be, ahogy, amikor ilyet kölcsönzött magának. Igen, abszolút. És tényleg akkor ugye egy
minimális heel futás volt ugye ez az elején, tényleg, és mindig az aktuális városi csapatot szitta, meg ilyen, tudod, ilyen igazi cheap heat generálást, tényleg az olcsó fújolásokra mentek rá ezekbe. Utált, onnan eligazolt sportolók, kosarasok mezébe jön be, meg ilyenek, persze. Aztán amikor később fészlett, akkor pontosan, hogy ezt csinálta, csak fordított előjellel. Fordított előjellel. Hogy a kedvenceknek a mezét viselte. És aztán miután babyface lett belőle, akkor nagyon fontos dolog, hogy ő 2004 alatt képes volt amerikai bajnokként, tehát középkategóriás bajnokként úgynevezett draw lenni. Igen. Draw az ugye azt jelenti, hogy vonza a nézőket, vonza a vásárlószámokat, az, ahol ő szerepel, és ontja magából a merchandise termékeket, amiket vesznek. Igen. És ezt nagyon kevesen csinálják, és nagyon keveseknek engedik meg, és ezért szoktam néha picsogni a jelen érában, hogy mindent túl hamar akarunk, mert Cena ott bizonyított először már US bajnokként, hogy később ő mekkora egy fejős tehén lesz ennek a cégnek. Igen. Így van. Ugye Big Show-tól nyerte el a bajnoki címet a Mánián, és ugye azt tartják egy olyan ikonikus mozdulatnak, amikor ugye Big Show-t berakta az akkor még Fuck You nevezetű mozdulatban, ami most már Attitude Adjustment-ként fut, és ugye megcsinálta vele, amit ugye ilyen a Hogan Andréhoz hasonlítanak mindig. És ezt majd később ugye még überelték is 2008-ban, vagy mikor jól emlékszem, hogy amikor már Edge is ott volt Big Show hátán. Így van. Aztán az év hátrajövőszében voltak mérkőzései Booker-tivel, Carlitoval, bármi, de az már egyértelmű volt 2005-ben indulva, hogy ahogy Batista fő esélyes a Raw-n a világbajnoki övre, úgy Cena fő esélyes a SmackDown-on. És egyébként elképzelhetőnek tartom, hogy már az év második felétől kezdve ez volt a terv, mert egy nagyon hossza ideig uralkodó heel bajnok JBL várt rá a WrestleMania-ra. Az a JBL, akit sokan furcsáltak, hogy egyáltalán ilyen pozícióba jutott, miután éveken keresztül középkategóriában vagy tag teamben birkózott. Azt a mai napig én is furcsálom egyébként. És hogy mennyire jól megcsinálta, igen, azt meg még jobban furcsálom. Igen, azt, hogy edzeni ő se szeretett soha, szóval akkor is ugyanolyan kövér volt, mint most. Hillbe belefér. Persze. És abban a texasi milliárdos karakter... Csak Ewing! Én imádom azt a karaktert, szóval JBL-nek az a karakter zseniális, jó volt. Tényleg gyakorlatilag megcsinálta Johnt még jobban. Ha nem is a WrestleMania mérkőzéssel, hanem az utána következő baromi véres I Quit mérkőzéssel a Judgment Day-en, ami tényleg ott is vérzett mind a kettő, mint a vágási malac. Viszont ekkor történt két dolog. Cena ugye befutott, és még mindenki ünnepelte, és mennyire boldogok voltak, hogy a World Life Doctor of Tugonomics rapper gyerek befutott. És annak ellenére Cena még jó ideig rappelt, ott történt abban az évben egy fordulás. És fokozatosan kirakta magából, pontosan kiiratták vele, igen, a karakteréből ezeket az oldalakat, mert Vince kitalálta, hogy most te leszel a cégünknek az első számú embere, a képviselőnk, a nagykövetünk, aki a gyerekek felé mindenhova el fogja vinni a hírünket, te ezt nem csináltad, nem mondhatod azt a rap közben, hogy szopjál le. Így van. És Cena megcsinálta. És átrakták a Raw-ra, ahol elkezdték vele vinni ezt az irányvonalat. És egy évig volt bajnok. Kétszer. Kétszer, igen. Kétszer egy évig. Kétszer körülbelül. Egy évig volt bajnok, és akkor kezdődött el tényleg a Cena, mint a modern pankráció megrontója, mém, gyakorlatilag. Ez fokozatosan zajlott gyakorlatilag. Tehát ott volt Cena, bajnok lett, oké, mellette állunk. Átkerül a Raw-ra, oké, szerbusz, na, lássuk, mi lesz ebből. Akkor elkezdett nyerni, Jericho ellen nem volt fújolása, az volt, hogy hajrá Cena, hajrá Jericho. Jerichót is megverte. Jött Angle. Ott már egy kicsit dühösebbek voltak a rajongók, amikor Angle túlbírkózta őt minden este, és Cena megverte őt egyszer, kétszer, háromszor. És az év végére, 2006 elejére már ott tartottak, hogy az abszolút top heel, és egyébként a Litával folytatott viszonya és a Matt Hardy kigolyózása miatt gyűlölt Edge-et éltették ellene a rajongók. Fél év leforgása alatt eljutottunk oda, hogy az egyik legnépszerűbb arcból a felnőtt nézők körében az egyik leggyűlöltebb lett. És ez a tendencia folytatódott még éveken át, de gyakorlatilag Cena azóta is a cég arca. Így van. Doktor azért viszi ezt a szegmenst ennyire, mert ezeket az időszakat, amiket már nézte. Én meg még nem. Szóval a doktor tud saját tapasztalatból beszélni. Én meg... Ott voltam a televízió képernyőmet leköpők között többször is. Szóval tényleg Cena gyakorlatilag azóta a cég arca, és az is maradt még most is. Pedig már ő is ugye közel van ugye a... 39. Igen. Szóval, és ugye... A másik, meg ugye gyakorlatilag, amit még ki akartunk ebből futni, hogy tényleg ugye
nem akartunk teljes karrierát tekintés nézni, de... A befutásukat. Tehát ez volt az az időszak, ahol gyakorlatilag a régi érennek a képviselői nagy részt letűntek a főmérkőzésekből, és ez a négy ember mínusz Lesnar, mert ugye ő Lesnar távozott, tehát Orton, Cena, Batista, ők lettek az új érának a zászlóvívői, tulajdonképpen egy-két régi arc mellett, mint Triple H vagy Undertaker, és később csatlakozottak hozzájuk olyanok, mint Edge például. És milyen furcsa, hogy Orton igazán csak azután tudott befutni nagyon durván, ugye 2010 elején, 2009 elején, igen, miközben már ugye Batistának azért ott már elég lefelé ment a népszerűsége, Cenát meg utálta mindenki, mint a fene. Hát a bizniszhoz fura dolgok, igen. Maradjunk annyiban. De ezt a nagy négyest, ezt a fantasztikus négyest, ezt azt gondolom, hogy bármit is gondolunk személyesen ezekről a birkózókról, mert nyilván van, akit szeretünk, van, akit nem, de megváltoztatták és előre vitték a maguk módján a bizniszt. Én mondjuk úgy vagyok vele, hogy egyébként mindegyiket maximálisan el kell ismerni. Még Lesnart azért főleg ugye a legit dolgai miatt, szóval ő tényleg négy sportágban tudott a toppon lenni. Az engem nem érdekel. Tudom, azt tényleg nem érdekel. De például a Batista azért, hogy a limitált képességé ellen, meg a kora ellenére, gyakorlatilag egy modern éra DDP-et is lehetünk tényleg benne, meddig elvitte, és neki az alázatát a biznisz iránt abban, hogy ugye visszajött 2013-ba, 2014-ben, és végigbirkózta az egészet, szóval ő nem az volt, mint a többiek, hogy visszajön és akkor csak a tévében birkózik, hanem az összes hauson ott volt ő is, és végigbirkózta az egészet. Cenánál meg ugye tényleg, amit mindig elmondunk, hogy ő is ott van egyébként minden egyes adáson, mindenhol, minden rádióműsorban, minden tévéműsorban, az összes Make a Wish-es cuccban ott van. Orton volt nagyon vicces ebben, mert a 2009-es dokumentumfilmében mondta azt, hogy, hogy annyira örülök neki, mikor tőlem kérnek még a viset, mindig színát szokták kérni. Hát na. Szóval tényleg ugye, hogy... Van akiben egyesek jobbak, mások kevésbé, és van akik keresettebbek, mások kevésbé. Így van. Jó, viszont ennyi fér tényleg a mai adásunkba. Remélem ti is élveztétek az új szegmenst is, ezt a szegmenst is, és... Jövő héten természetesen megijövünk szerdán egy újabb epizóddal, mégpedig valószínűleg a szerdaiban lesz ugye mostantól a szokás szerint egy Raw recap, és lesz egy HCV felvezetésünk, ugye mert jövő hétvégén van ugye a Vendetta gála, méghozzá a világhírű Tommy Enddel. De addig is lájkoljatok, kövessetek minket mindenhol, töltsétek le az adást, jelezzétek, hogy követtek minket SoundCloudon, kérdezzetek Ask-on, kérdezzetek a Szorítóaszkon, én tőlem igyekszem mind a kettőről odafigyelni, amennyire idő engedi. Küldjetek nekünk e-mailt a szorítóradio.com gmail címre, és Facebookon pedig írjátok meg tényleg a témajavaslataitokat, vagy bármit, ami éppen eszetekbe jut. Doktor elmondta a szövegemet. Na mindegy, addig is wrestling is van, bízzatok a doktorban, és sziasztok!